Ötödik alkalommal rendezte meg hagyományos bálját az Ifjabb Ocskai Gábor Alapítvány. A bensőséges hangulatú találkozón az Ocskai Zsuzsa vezette alapítvány idei elsődleges célként azt tűzte ki, hogy megismerve a Sárbogárdi Gyermekotthon nehézségeit, a kislakóknak nyújtsanak segítséget bevételeikből, illetve a befolyt adományokból, felajánlásokból. Minden évben van kitűzött célunk, idén sincs ez másként, természetesen újra a gyermekotthont szeretnénk támogatni. Az első terv az volt, hogy egy tévét kapnak, mert ugye a Sárbogárdi otthonban elromlott a tévét, de az egyik felajánló ezt rögtön meg is valósította, úgyhogy beszéltem az otthon vezetőjével, és napi használati cikkeket, ruhaszárítót, konyhai gépeket, konyhai eszközöket fogunk vásárolni a bevételből. Az alapítvány az idei szezonban indította útjára sport ösztöndíj programját, amelyre sok tehetséges fiatal pályázott. Az alapítvány és a Jégkorong Akadémia legendás névadója onnan fentről bizonyosan elégedetten szemléli a megannyi tehetséget, akik közül ebben az esztendőben két korosztályban 5 fiatal érdemelte ki az elismerést. Nagyon megtetszett, és tök jó érzés, hogy így korcsolyáznak, szóval ezért választottam ezt a sportot. Nagyon jó érzés, és örömmel tölt el, hogy tudom támogatni ezt a nagyon jó csapatot. Örülök minden pillanatának. Nagyon jó érzés, örömmel képviselem itt a csapatot, és nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt elértem. Ocskai Zsuzsa díjátadón köszönetet mondott a fiatalok családjainak, a klub edzőinek és tanáraiknak, hiszen az ő munkájuknak köszönhető, hogy az akadémián nevelkedő fiatalok komoly jövőképet mutatnak a jégen és az iskolapadokban egyaránt.